Néhány napja állították meg a pórul járt sofőrkocsiját a rendőrök Szekszárd egyik utcájában. Az iratok ellenőrzésekor derült ki, hogy a férfi szinte valamennyi a közlekedéshez szükséges szabályt megsértette. Az autója papírjai nem voltak rendben, hiszen kötelező felelősségbiztosítással a jármű nem rendelkezett, valamint azt nem is iratták át időben. A sofőr adatainak ellenőrzése során kollégáim azt is megállapították, hogy őt nem sokkal korábban a Veszprémi járás bíróság jogerősen eltiltotta a jármű vezetésétől. A szabálytalanságokat halmozó sofőr nagy bajba került, két nappal korábban lépett ugyanis hatályba az a jogszabályváltozás, ami alapján már nem szabálysértésnek, hanem bűncselekménynek számít, ha valaki eltiltás ideje alatt vezet autót vagy motort. Az eltiltás hatálya alatti járművezetés már nem a szabálysértési kategóriába tartozik május 14-től, hanem hogyha valaki ilyen esetben közlekedik, akkor ő már bűncselekményt követel, hasonlóan az ittas járművezetéshez vagy a bódult járművezetéshez. Vagyis a most elfogott sofőr akár 3 év börtönbüntetést is kaphat.